Régi vágyam, hogy a nők helyzetéről beszéljek. Egyrészt azért, mert ugye én is ilyen testet és fizikai formát öltöttem ebben a születésemben. Másrészt pedig nagyon jól látom azoknak a nőknek a helyzetét, akikkel eddig találkoztam, beszélgettem, vagy interjúkat készítettem az elmúlt 20 év alatt. Hát azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy egyáltalán nincs jó helyzet, és még mindig nagyon nagy káosz és zűrél a fejekben, abban a tekintetben, hogy nagyon sok nő elmondta, hogy őket csak azért nézik alábbvalónak, mert ilyen formában élnek, és vannak olyan férfiak, akik úgy gondolják, hogy ők magasabb rendűek, csak azért, mert ők pedig teljesen más alakban léteznek. Azt tudni kell, hogy a nőknek nagyon nagy a teremtő energiájuk, és nagyon nagy spirituális tudással rendelkeznek, azaz tisztában vannak olyan erkölcsi mintákkal, és olyan energiákat tudnak magukénak, amelyekkel nagyon sok pozitív dolog teremthető itt a Földön. Azt is hallottam, illetve tanultuk, hogy a nők fogják átvenni a vezetést, mert meg fog fordulni ez az energetikai rendszer, és ugyanúgy, ahogyan régen, ők fognak irányítani, hiszen olyan lesz a felkészültségük, olyan tudásra tesznek szert, amit egyébként már birtokolnak is, amelyek elengedhetetlenek arra nézve, hogy ezt az élőhelyet, a Föld nevű bolygót, de akár szélesebb kört is említhetnék, rendbe tegyük, és egy újfajta szemléletmódot alakítsunk ki itt. Nagyon fontosak ezek az energiák, és soha nem azt kell nézni, hogy ki milyen testbe bújt, hanem hogy milyen energiákat képes megmozgatni, hogy ezzel az energiával mit alakít ki, hogy milyen jótékony hatásai vannak, és hogy hogyan tud ezekkel a minőségekkel segíteni a többieknek. Vannak olyanok, akik sok-sok embert képesek ezzel a nagyon tiszta rezgéssel ellátni, és ezzel az energetikával képesek vagyunk ugye fizikumot is teremteni, tehát ezért nem mindegy, hogy az ember hova irányítja a fókuszát, és hogy milyen az indítatása. A nők helyzete, nem tudom, hogy mennyiben változott az elmúlt időszakhoz képest, még mindig vannak olyan helyek és területek, ahol úgymond csak használják őket különféle munkákra, főleg ugye a házi munkára, és ez egy nagyon éles veszőparipám, ez a házi munka. Azért is, mert nagyon sok helyen még mindig nem ismerik el ezt a fajta munkát munkának, pedig ugye a nevében is benne van, hogy házi munka, tehát ez is nagyon fontos feladat, hiszen rendben tartani egy házat, egy lakást, vagy bármilyen lakó környezetet, az nagyon sok energiát, időt és fáradtságot igényel. Nagyon szeretném, hogyha azok az emberek nem degradálnák le ezeket a munkákat, akik tulajdonképpen még igazán soha nem csinálták ezt, mert úgy gondolom, hogy azok nézik le másoknak a munkáját, akik még ebben nem voltak benne, mert ha tudnák, hogy mennyi idővel és energiával jár, akkor nem mondanák azt, hogy ez semmis. Nagyon sok családanyával beszélgettem, illetve házi asszonyokkal, akik elmondják azt, hogy otthon a férjük vagy a társuk egyáltalán nem értékeli azokat a munkákat, amelyeket otthon végeznek. Holott ezek a munkák akár az egész napunkat is igénybe veszik, és azt nem értem, hogy például miért mondják azt az otthoni takarításra, hogy nem munka, csak azért, mert az ember effektív nem kap érte pénzt, de ha mondjuk elmegyek egy másik házhoz takarítani, és kapok érte pénzt, az már munka. Nagyon nagy rendetlenség van a fejekben, igazi fogalmi zavarok vannak, nem csak ebben az országban, hanem úgy általában szerintem majdnem mindenhol. Nem értem azt, hogy miért csak azokat a tevékenységeket fogadják el munkának, amelyekért ilyen papírdarabokat kap az ember. Nem csak az a munka,
munka, hanem minden munka, sőt az egész életünk munka, hiszen nagyon sok energiát kell megmozgatnunk azért, hogy életbe tartsuk önmagunkat, és ez ugyanúgy igaz a nőkre is, mint a férfiakra, nincs különbség a két nemiség között ilyen szempontból. Mindenkinek ugyanolyan nehéz a fizikai létezése, nagyon sok energiával jár, nagyon sok fájdalommal, szenvedéssel, és szerintem ahhoz képest kevés az a pillanat, amikor az ember úgy gondolja, hogy öröm ez a létezés, főleg, hogyha így gondolkodunk egymás felől, és pontosan ezért lenne fontos, hogy jobban tiszteljük egymás munkáját és egymás létezését. Azt sem értem, hogy miért csak azokat az embereket fogadják el, és azokat tisztelik, vagy szeretik, akik magasabb pozícióban léteznek, és akik mondjuk otthon tevékenykednek, mint például most én is, azokat miért degradálják le, és miért mondják azt, hogy a mi munkánk az nem ér semmit. Hát meg kellene vizsgálni, hogy akik ezeket a dolgokat mondják, ők hol tartanak szellemi és lelki szinten, és akkor lehet, hogy kiderülne az, hogy olyan dolgokról beszélnek, amelyeket egyrészt nem is tudnak igazán megmagyarázni, másrészt pedig nagyon komoly, súlyos problémáik vannak saját magukkal kapcsolatban. Tehát tisztelet mindenki munkájáért, mindenkinek fontos a munkája, a házi munka is egy csodálatos tevékenység, hiszen rendet teremteni, rendben és tisztán tartani ezt a bolygót, ezt a létezést, a lakókörnyezeteket, az otthonokat, az szerintem nagyon értékes feladat, és nagyon értékes munka, és nagyon jó lenne, hogyha most már eljutnánk odáig, hiszen most már nagyon elszaladt az idő, hogy ezekről a dolgokról egyáltalán ne is kelljen beszélni, hiszen természetes lenne, hogy megbecsüljük ezeket a tevékenységeket, és megbecsüljük egymás fáradtságát. Aztán beszélni szeretnék arról is, hogy mennyire kizsigerlik manapság az embereket. Ugye most már elterjedt a 12 órás munkarend, hát annak idején ugye ilyen nem volt, ugye 8 óra volt a legtöbb, de vannak olyan tanulmányok, amelyek azt bizonyítják, hogy egy embernek napi 4 óránál többet nem lenne szabad dolgoznia, hanem minőségi életet kellene élnie. És itt nem a dorbézoláson, vagy a kényelmen van a hangsúly, meg nem is a láblógatásról, mert nem ezt jelenti a szabad emberi minőség, hanem azt, hogy a saját önvalónkkal foglalkozzunk, azokkal a képességeinkkel, amelyek bennünk rejlenek. Ugye manapság nagyon lebutítják, vagy próbálják ugye lebutítani az emberi gondolkodást és minőséget olyan formán, hogy nagyon sok embert beterelnek ugye a gyárakba, és rabszolgaként bánnak velük, és 12 órákat dolgoztatják őket éjjel-nappal folyamatosan. Azt sem értem, hogy éjjel miért kell dolgozni, éjjel aludni kellene, mindenkinek szüksége van pihenésre. Ugye manapság azt látjuk, hogy az emberek szinte nem pihennek, mindenki hull a fáradt, csak azért, mert ezeket a papírdarabokat hajtjuk, és az egész életünket erre áldozzuk rá. És nem törődünk egymással, alig van időnk a családjainkkal, vannak olyan emberek, akiknek a gyerekeiket már pszichológushoz kell vinni, mert egyszerűen a szüleik nem érnek rá foglalkozni velük, mert annyit kell gürizniük csak azért, hogy a minimális alapdolgokat meg tudják jeleníteni. Hát szerintem óriási probléma van, hatalmas gond van, és valahogy azt érzem, hogy még mindig nem tudatosult bennünk, mindig nem teszünk érte azért, hogy ez a dolog változzon, és nem tudom, hogy hol van ennek a vége. Tehát, hogy lehet, hogy pár éven belül, ha hagyjuk magunkat, akkor most már 16 órás munkarendek lesznek, sőt, majd 24 órába fognak minket dolgoztatni, mert úgy gondolják, hogy nekünk nincs szükségünk feltöltődésre. A következő címszó a szabad élet és a szabadon gondolkodás, a szabad gondolkodás. Ugye pontosan ezt akarják elvenni az emberektől, hogy gondolkodjanak, mert nagyon jól tudják, hogyha elkezdünk gondolkodni, akkor rájövünk arra, hogy tulajdonképpen mi áldozatok vagyunk, és csak tömegtermelésre használják azokat az energiákat, amelyek bennünk rejlenek, pedig ezek az energiák nagyon sok csodálatos dologra vannak kitalálva, nem arra, hogy kacatokat termeljünk a földnevű bolygóra, amelyet már teljesen elárasztottak, és úgy látszik, hogy ennek sincsen semmilyen határa.
Tehát, hogyha egy embertől megvonják ezt a dolgot, és elirányítják a figyelmét, azaz a szabad gondolkodást, a szabadon létezést, akkor irányíthatóvá válnak az emberek, és arra fognak menni, amerre kolompolnak számukra. Aki mer kiállni a sorból, és nem követni ezt a hangot, vagy ezt a fügyszót, azok nagyon sok csodálatos dologra jönnek rá önmagukkal kapcsolatban. Én nagyon büszke vagyok azokra, akik kiléptek a mókuskerékből, és önállóan, szabadon gondolkodnak, szabadon tevékenykednek, ugye hát ezt ilyen szabad úszóként titulálják őket. Én mondjuk nem szeretem ezt a szót, mert mi nem úszunk, főleg nem az árral, hanem nagyon tudatosan cselekszünk. Mi tudatosan vállaltuk azt, hogy nem adjuk magunkat sem a tömegtermeléshez, sem azokhoz a gyártásokhoz, amelyekkel mi mondjuk nem értünk egyet, és a mi számunkra egyáltalán nem fontos sem a harácsolás, sem a profit szerzés. A mi számunkra a szeretet a fontos, a szeretet adás, az összefogás, a gondolkodás, a nyitás, a tudatszintemelés, és az, hogy jó minőséget adjunk egymás számára, hogy egészséges szellemi táplálékkal árasszuk el ezt az élőhelyet. Tehát nehogy azt higgyétek, hogy nekünk ez olyan szörnyű, egyáltalán nem szörnyű, mi ezt önként vállaltuk, és mindenki, aki kilépett az intézményesített keretek közül. Ugye manapság egyre több ember, több szülő veszi ki az iskolából a gyerekeiket, és inkább otthon tanítják őket magán tanárokkal, vagy akár a szülők, vagy viszik olyan alternatív iskolát, őket, ahol a gyerekek szabadon létezhetnek, szabadon gondolkodhatnak, hiszen hát az iskolákban is elvették ezt tőlünk, vagy legalábbis próbálták elvenni, mondjuk tőlem nem tudták, de hát én ezért is számítottam ilyen reformernek, vagy lázadónak, mert én úgy gondoltam, hogy nagyon sok olyan dologra nincs szükség, amelyeket próbáltak a mi fejünkbe beletömni. Egyrészt, másrészt pedig nagyon sok pedagógus volt igazságtalan velünk, olyan tekintetben, hogy a diákokat megalázták, holott ők sem voltak teljesen makulátlanok, sőt. Akkor megkérdezhetjük azt, hogy hol van itt az igazság, vagy hol van az, hogy az ember szabadon élhet, és szabadon kiállhat saját magáért, csak így lehet, ha kivonulunk minden olyan mesterséges dologból, és mesterségesen manipulált álvilágból, amibe próbálnak nagyon sok embert beterelni. Tehát nagyon fontos, hogy autonóm egyének vagyunk, mindenkinek jár az, hogy szabadon gondolkodjon, és szabadon éljen, és abból a munkából és feladatból lássa el önmagát, amire teremtetett. Mindenkinek van feladata, még akkor is, hogyha nem alkalmaznak bennünket bizonyos hivatalos helyeken. Én ezt mondjuk egyáltalán nem bánom, mert amikor viszont ilyen helyzetben voltam, akkor azt is láttam, és pontosan tudom, hogy ezért mit kell tenni cserébe. Teljesen fel kell adni saját magunkat, úgy kell gondolkodnunk, és úgy kell beszélnünk, ahogyan ők azt elképzelik, mármint azok, akik azt gondolják, hogy hatalmat gyakorolnak. Pontosan tudom azt, hogy mennyire meg kell alászkodni ahhoz, hogy az ember minden hónapban megkapja a számlájára azt a bizonyos összeget, amelyből egyébként egyáltalán nem éltem meg jobban, mint ahogyan most, úgyhogy én önellátó vagyok. Tehát akkor megkérdezem azt, hogy mi mit ér, és hogy kinek mi a fontos. Ha nektek önmagatok fontos, a családotok, a szeretteitek, és úgy gondoljátok, hogy úgy szeretnétek leélni az életet, hogy velük együtt, és nem csak a munka miatt, nem csak a pénzt akarjátok hajtani, akkor szerintem nagyon fontos lenne,
hogy mindenki tegyen önmagáért. Hogyha nagyon sokan kilépünk, akkor biztos, hogy előbb-utóbb lesz egy ilyen szemléletváltás, hiszen nagyon sokan azért küzdünk, hogy minőségibb életet tudjunk kovácsolni. És nagyon szeretném, hogyha nőket egyenrangúnak tekintenék, hiszen nagyon nagy a tudásuk, fantasztikus a munkabírásuk, és ezt nem kellene kihasználni, és nagyon jó lenne, ha ők nem kapnának kevesebb fizetést a munkahelyeken, mint a férfiak, hiszen ők is ugyanannyit dolgoznak. Volt egy étterem, hogy egy ilyen kifőzde, ahová jártam, és képzeljétek el, hogy azt vettem észre többször, hogy amikor én kértem kaját, akkor nekem mindig csak egy ilyen pici húst adtak, a mögöttem álló férfinek meg kettőt. Pedig én is ugyanannyit fizettem, mint amennyit ő. Most lehet, hogy úgy gondolta ez a hölgy, hogy én vigyázok az alakomra, ami mondjuk egyébként igaz is, de hát azért nekem ez nagyon furcsa volt, hogy hogy lehet így megkülönböztetni embereket, hogy csak azért, mert én női testben vagyok, ő úgy gondolta, hogy nekem elég lesz egy ilyen féltenyérnyi kis, nem tudom, rántott hús is, és a férfiaknak meg oda pakolta a több szeletet, hát jó, mondjuk biztos imponálni is akart nekik, ugye hát gondolom én nem tetszettem neki, ezért, vagy lehet, hogy nagyon is, és ezért úgy gondolta, hogy nekem elég lesz ennyi. És nagyon sok ilyen esetet tudnék mesélni, hogy hogyan különböztetik meg a nőket, vagy hogyan dolgoztatják a nőket otthon. Azok az emberek, akik állítólag hűséget fogadtak és szeretetet a társuknak. Én is sokszor megjártam azt, hogy szinte természetes volt, hogy minden otthoni munkát én csinálok, és a férfinek semmi dolga nem volt, ő úgy gondolta. De emellett még az ember járjon el dolgozni, emellett még gyereket neveljen, tehát tulajdonképpen ilyen 3-4-5 ember munkáját végzik a nők. Tehát én azt hiszem, hogy még mindig nagyon gyerekcipőben járunk, mindig nagyon sok az a feladat és az a nézet, amelyet teljesen át kellene formálni, úgy tekinteni egymásra, hogy mindannyian emberek vagyunk, mindannyian érző lények vagyunk, mindannyiunknak szüksége van a szeretetre, a megbecsülésre, az elfogadásra, a tiszteletre, mert mindenki tisztelni kell a létezéséért, azért, hogy mindannyian egy nagyon komoly munkát és feladatot vállaltunk azzal, hogy idejövünk a Föld nevű bolygóra. Tehát ez már maga egy nagyon kemény munka és feladat, és be vagyunk jelentve egy magasabb szellemi rendbe, egy magasabb szellemi mintába, tehát elvileg mindenkinek komoly és fontos munkája van, nincs munka nélküli a Földön. Mindenkinek van feladata, mindenki az életével mutat példát, mindenkinek vannak csodálatos dolgai, mindenki hasznos, és mindenki értékes. Csak meg kellene találni egymásban ezeket az értékeket, és nem kiközösíteni a másikat, mert általában azok az emberek csinálják ezt, akik nem hajlandók megvizsgálni, hogy milyen egy másik ember, és milyen dolgaik vannak. Mert nem is akarják megtudni, nem akarnak a másikra figyelni, könnyebb ítélkezni. Meg kell nézni azt, hogy kinek milyen az élete, és lehetőség szerint segíteni egymásnak. Ezzel a hanganyaggal is segíteni szeretnék, azaz egy picit így megmozgatni bizonyos dolgokat a lelkünkben és a szívünkben, és szeretném, hogyha sokkal nagyobb lenne az elfogadás, ha sokkal jobban figyelnénk a másikra, és természetesen önmagunkra is, mert higgyétek el, hogy így lesz kerek a világ, és így leszünk sokkal boldogabbak és nyitottak, hogyha egymásra találunk, ha nyitunk, és szemléletet váltunk, ez mindannyiunknak nagyon jó. Mindenki tehet azért, hogy ezt a milliót, ezt az állapotot létrehozzuk, és nagyon bízom abban, hogy hamarosan már nem kell ilyen dolgokról beszélni, mert evidens lesz a szeretet, evidens lesz az elfogadás, és az, hogy mindenki egyenlő értékű ezen a Föld nevű bolygón.